Csongrád megye 19 családi tulajdonban lévő építőipari vállalkozása 2011-ben döntött az építőkit klaszter megalakításáról, amelyhez támogató tagként az STE mérnöki kara, a BAU stúdium és az Építéstudományi Egyesület is csatlakozott. A klaszterben résztvevő vállalkozások nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot, a foglalkoztatottak száma pedig megközelíti a 600 főt. A klaszter tagvállalkozásai azt remélik, hogy a hálózatos összefogás versenyelőnyt és új piaci területek elérését is eredményezi számukra. Emellett a szoros együttműködés a munkát is gördülékenyebbé teszi. Az Aeroproduct Zrt. 2011 őszén alakult, légtechnikai termékek gyártásával foglalkozik, Csongrádon van a székhelye és a telephelye. Aeroproduct Zrt. A 2011-ben alakult építőkit klaszterhez csatlakozott. Látva azt, hogy a klaszter célja a régióban tevékenykedő vállalkozásoknak a tömörítése. Ezekkel a vállalkozásokkal együttműködve nekünk is nagyobb lehetőségünk van ezen előnyök kihasználása mellett arra, hogy komplettebb rendszerekkel tudjuk ellátni a vevőinket, a jó minőség mellett megbízható vállalkozókkal együtt valósítsuk meg a projekteket.